Sziasztok! Üdvözleteket újra itt a csatornámon, én Timi vagyok, és elhoztam nektek egy Q&A videót. Tettem fel Instagramon 3 napon keresztül ilyen kis ikonokat sztoriban, hogy kérdezzetek tőlem valamit, mert egy új videóhoz gyűjtök kérdéseket. Jöttek is kérdések, összesen 8 darab kérdés jött. Úgyhogy nem is szeretném húzni a szót, ha érdekel, nem menjetek sehová, tartsatok velem, és válaszolunk a kérdésekre. Na szóval itt volnának a kérdések. Úgyhogy neki is csapunk. A legesleg első kérdés az, hogy kislányként mi szerettél volna lenni? Ez egy nagyon könnyű kérdés, ezt álmomban is meg tudnám nektek válaszolni. Nagy vágyam volt mindig a modellkedés. Olyan alkatom is volt hozzá, ha hiszitek, ha nem. Gyerekként már olyan gondok voltak, hogy nem tudtam sehogy hízni. Olyan kis sovány gyerek voltam, egy kis picike, vékonyka, és így nagyon sokáig modell szerettem volna lenni. Be is iratkoztam egy modelliskolába. Ki is fizetett anyu egy akkoriban elég nagy összeget arra, hogy megcsinálják a fotózást, megcsinálják a mappát, amiben vannak a képek. És ugye avval a mappával, azokkal a kész képekkel majd fogok tudni jelentkezni több... Szia, csillagom! Több ilyen shootingra. Hát miután készen lettek a képek, és kellett volna menjünk a képekért, volt nincs azon a albérlet helyiségen cég, úgyhogy megfogták a pénzünket, és szépen ellógtak a pénzzel, magyarán mondva. Szia, csillagom! Úgyhogy utána még volt egy pár próbálkozásom, de utána úgy voltam vele, hogy oké, akkor hagyjuk abba ezt a nagy modellkedést. De modell szerettem volna nagyon sokáig lenni. Második kérdés az úgy szól, hogy ha választanod kéne, akkor Avon vagy Oriflame. Miért és melyiket ajánlod jobban? Gondolkodás nélkül azt mondom, hogy Avon. És nagyon sok oka van, amiért azt tudom mondani, hogy Avon és nem Oriflame. Tanácsadó szempontból nézve, és ugyanúgy fogyasztó szempontjából nézve, mint fogyasztó. Kapok egy olyan katalógust, amikben sokkal több termék található, mint egy Oriflame katalógusban, sokkal olcsóbb termékek, mint egy Oriflame katalógusban, míg az Avonnál 5000 forintért be tudok vásárolni habfürdőt, tusfürdőt, testápolót, kézkrémet, parfümöt, esetleg még lehet egy szempillaspirált, meg egy szemhéjtust és szemfényfilcet, míg az Oriflame-nél 5000 forintból szerintem megveszek egy tusfürdőt, egy habfürdőt és egy szemhéjfilcet vagy valamit. Sokkal drágább az Avon, mint az Oriflame. Beköszönsz ide a néniknek, meg a bácsiknak? Jössz ide a szölembe? Igen. Na gyere. Úgyhogy ebből a szempontból inkább az Avon, mint az Oriflame. Ha tanácsadói szempontból nézem, a postaköltség sokkal olcsóbb. Most nem jó. A postaköltség sokkal olcsóbb, míg az Oriflame-nél ilyen 1500 forint felett van a postaköltség, az Avonnál fele annyiba. Ugyanúgy sokkal többet kapunk úgymondván az Oriflame-nél saját pénzt a megrendelésből, mint az Oriflame-nél. Úgyhogy, hogyha választani kell, akkor egyértelműen azt mondom, hogy Avon. A második kérdés az olyan, hogy lesz-e olyan videó, ahol egy fazék finom töltött káposztát készítesz. Mivel a töltött káposzta az egyik legkedvencebb ételem. Nem! Imádom. Szóval azt melegen, hidegen, úgyhogy felkelek éjjel, de leszaladok a hűtőbe, és kikapok egy jó zsíros töltött káposztát a fazékból. Úgy is jó. Igen, ez kell.
Na, játszod itt. Mindegy, hogy én savanyú, szóval a savanyú nálam enő, én nem készítem csak savanyúból, de hogyha most elmegyek valakihez, és édes káposztából készült a töltött káposzta, nem fogom azt mondani, hogy köszönöm szépen, de nem kérek belőle. Megkóstolom, persze eszek belőle, de nálam a töltött káposzta az a minden. Úgyhogy, hogyha ez a kérés, lesz majd a csatornán töltött káposzta készítés, hogyha annyira szeretnéd. A negyedik, szeretnétek Eriknek kis testvért. Nem tudom, hogy itt a csatornán belül szó esette eddig a kis tesó témáról, vagy még nem, de azt most szeretném itt így elmondani, hogy szeretnénk Eriknek kis tesót. Erik már ma hónap 3,5 éves. Ugyanennyi ideje vagyunk rajta a kis tesó projekten, de a jó Isten még úgy gondolta, hogy nem vagyunk rá felkészülve, vagy még nincs itt a ideje. Orvosi problémáról nem tudunk, nekem van egy gyanúm, az én meglátásom. Na, vigy vissza a konyhába azt a krumplit, csillagom. Abba lesz krumplis tészta ebédre, vidd vissza. És én szerintem pajzsmirigyes vagyok. Több oka is van ennek, amiért ezt hiszem, de még nem voltam orvosnál vele. Januárban szeretnék felmenni Debrecenbe egy magánorvoshoz, és ott kideríteni, hogy igazam van vagy sem. Szerintem ez befolyásolja a terhességet, a menstruációmat, a hormonzavaromat, a pattanásokat és mindent, ami vele jár. De nem szeretném még erről nyilatkozni, mert nem tudok pontosabban semmit. De viszont igen, szeretnénk, de sajnos még nem adatott meg az a ötlet, sajnos még nem adatódott meg nekünk ez az áldás, hogy össze is jöjjön, de reméljük, és bízunk benne, hogy hamarosan össze fog jönni. Milyen a falusi élet? Most ezt a kérdést úgy is feltehetem, hogy mint városi kérdezett, hogy mennyivel válsabb, mint a város. Csillagom? Az nem lesz jó. Ott az ágyra menjél vele, jó? Hát ez ilyen lesz. Vagy mint falubéli, amíg próbálod... Nem jutok dűlőre vele, úgyhogy ezt megpróbáljuk, hát ha nem lesz olyan nagyon zajos, ott van most az ágyon vele. A lényeg az, hogy... Persze, sokkal nehezebb, sokkal másabb, mint városon. Nincsen annyi bolt, itt nálunk most egy 5-600 fős közösségben gondolhatjátok, van egy pici-pici helyi boltunk, és egy picivel nagyobb reál boltunk. Egy dohányboltunk, egy játszóterünk, egy pici kis könyvtár, és a játszótér. Ennyi, semmi más nincsen. Viszont nehezebb ugye megvásárolni a dolgokat, vagy hasonló dolgok, de viszont sokkal nyugodtabb, sokkal frissebb a levegő. Ne cibáld a függönyömet! Ha ilyen jó kedved van, holnaptól mély szobodába, csillagom, jó? De hogy nem, majd meglátjuk. Nem fogsz itt hunyolni egy hétig, ha semmi bajod. Amúgy be van rekedve. Semmi baja nincs, csak be van rekedve. Meg olyan furcsán beszél, meg egy kicsit úgy szakadozik neki a torkáról fel, úgyhogy a héten biztos, hogy nem megy, de olyan jól látni, mikor azt mondjuk, hogy mély szóhibas, szönnő. Na, gyereknek sokkal jobb, mint egy panelben, van egy gyönyörű szép nagy udvarunk, kertünk, kimegyek az utcára, és simán hagyhatom a gyereket a ház előtt az aszfalton, a többi gyerekekkel játszani, oké, hogy járnak autók, de a konyhából pont kilátok a ház elé, meg hallatszik, meg minden, és nem kell attól annyira az a jaj, mert kiszalad a tömbből, és járnak a 728 autók, vagy nem tudom, én szeretem, és nem bánom, hogy ide jöttünk, nem bánom, hogy itt kezdtünk újra, mindent, hiányzik Esztergom, hiányzanak a barátok, hiányoznak az ottaniak, de viszont teljes mértéken meg vagyok elégedve az itteni életünkkel, úgyhogy nekünk a falusi élet bevált.
Mennyire nehezen kezelhető gyerek Erik? Szerintem, mivel nem tudok véleményt mondani, jobban mondva, más 3-4 éves gyerekről, így annyit tudok csak mondani, hogy szerintem egy átlagos gyerek. Vannak neki hisztik korszakai, vannak neki értetlen percei, mikor reggeltől estig bányász, vagy rágja a körmit. Volt köpködős időszakunk, elhagyta magától egy-két héten belül. Volt egy fütyihúzogatás időszakunk, amire megint ismét nem szóltunk rá, hogy nem szabad csinálni, elhagyta. Hát egy hónap kellett neki, mire elhagyta, de ő akkor fedezte fel, hogy az az ő kis testéhez tartozik ez a... de finom! Tegyél még bele sót! Akkor fedezte fel, hogy az az ő kis testrésze. Volt az időszak, mikor harapott. Na hát arra már rázoltunk. Volt egy időszak, mikor egy olyan szavat mondott, amit nem szeretnék itt most elmondani. Nem tudjuk, hogy honnan hallotta. Még mai napig is néha-néha elmondja, de nagyon ritkán. De még kihaladszik a szájából. De viszont nem az a gyerek, amíg bemehet fel a boltba és a földhöz veri magát, mert igenis neki kell az a traktor, az az autó, az a nem tudom, 77 darab csokoládé. Elmagyarázok neki, hogy gyereki, nem kell sírni, bocsánat, átmenjünk a másik boltba, még ott is nézelődünk, és amit tetszik, azt fogod megkapni. És nem választ, nem tudom, nagyon, szóval nagyon drága, és mondja neki, hogy ez csillagom, nem nézed, mert ez jobb, akkor simán válassza azt, amelyiket mi mondjuk, hogy válassza, úgyhogy nincs vele baj. Az evés egy kicsit mostan nehezebben megy, de ugye a betegség is miatt, de viszont nem kell neki könyörögni, egy jó evő gyerek, úgyhogy én szerintem egy átlagos gyerek, amíg csintalan, amíg nagyon sok energiája van, és nem tudja levezetni az energiáját, amúgy szerintem egy átlagos gyerek. Hetedik kérdés, miért nem dolgozol? Tegyük először is fel azt a kérdést, hogy miért kéne én erről beszámoljak bárkinek is, vagy mi köze van bárkinek is ahhoz, hogy miért nem dolgozok, mennyit keres a férjem, miért ő dolgozik és én csücsülök itthon. De megválaszolom ezt a kérdést is, de ki szeretném hangsúlyozni, ez egy elég csúnya kérdés, nem teszünk valakinek olyat fel, hogy miért nem dolgozol, mennyit keresel. Voltak ettől cifrább kérdések is, amiket nem hoztam el nektek. De azért álljunk meg annál az emberiség oldalnál, hogy olyakat kérdezzünk, amit... Töntjük az autóba. Jól van, csillagom, tedd be! Hogy azért álljunk meg ott, hogy neked sem esne jól, ha én ilyeneket kérdeznék, úgyhogy ugyanúgy tedd a másikkal is. És miért törted el? Az autót. Nézem meg? Igen. Hozd ide, megnézem. Hozd ide. Egy perc. Na, de viszont, hogy megválaszoljam a kérdésre. 2017. decemberén teszeltem pozitívan. 2018. augusztusában szültem. Ami azt jelenti, hogy 2018. augusztusától 6 hónapig voltam cseden. Miután letelt a 6 hónap csed, míg betöltött a gyerek a 2 éves korát, azaz 2020. augusztusáig voltam gyeden. 2020 augusztusától 2021 augusztusáig voltam gyesen. Idén augusztus 15-én lejárt a gyesem, ugye még volt a meglévő szabadságom, ami ez alatt a 4 év alatt összegyűlt, amit ki tudtam venni szabadságnak, de nem vettem ki szabadságnak, hanem a pénzösszegét választottam, és eljöttem álláskeresőre. Álláskereső vagyok egész december 6-án. Ez alatt az idő alatt, ha olyan munkaajánlást kapok, ami nekem megfelel, mivel nekem van egy gyerekem, akit egyedül kell elhordjak óvodába és hoznom, és nem tudok olyan helyre menni dolgozni, amíg szombat, vasárnap vagy délutános műszakot nyújt nekem, mivel egyedül vagyok itthon a gyerekkel a férjem. Sajnos más helyt dolgozik, hogy több pénzt tudjon hazahozni, így nem tudok olyan munkát vállalni, amíg nem 8-tól 3 órás programja van, és szabad a délutánom, és szabad a hétvégén. Ezt így mellékesen. Amellett nem is szeretnénk egyelőre munkába álljak, hála a jó Istennek, keres a férjem annyi pénzt, hogy ne kellessen menjek dolgozni,
Egy. Kettő, nem azért nem dolgozok, mert nem szeretnénk, hanem még egyelőre még előttünk van egy nagy kerítés csináltatás, terasz, garázs, pince, ahová emberek fognak jönni, munkások fognak jönni, és hogyha elmegyek dolgozni, szabadságot kell kivegyek, és mint friss munkás nem lesz annyi szabadságom, hogy én heteket itthon tudjak ülni a munkásokkal, úgyhogy szeretnénk először kész legyen a ház kívül, belül, és akkor a jövő évet még itthon üljek, és 2023-tól munkába álljak. Ez alatt az idő alatt szeretnék még két iskolát is elvégezni, és akkor a kettőből az egyikbe, vagy céget nyitnom itthon, hogy saját főnök legyek, ne kellesen másnak dolgozom, itt saját magamnak dolgoznák, én lennék a saját főnököm, vagy ha nem jön össze a két iskolából az egyikben állást találni, akkor majd elmegyek máshová dolgozni. Remélem, hogy kielégítő volt a válaszom. A harmadik, vagy a nyolcadik és egyben a legutolsó kérdés az, hogy miért költöztünk el Esztergomból. Ha lehúzod a laptopot a földre, Erik, ihaj-csuhaj lesz a bundidnak. Nem az autóval játszunk a laptop kábelnél. Csillagom, mert nézd meg, lelántod a laptopot. Így is szegényként olyan ramaty állapotban van már. Szóval. Legeslegelső oka, amért közelebb jöttünk a nagyváradi határhoz, az az, hogy sokkal közelebb vagyunk a családhoz. Édesanyám Nagyváradon van, hát ez innen a határ 18 km, és a határtól Nagyvárad megint egy 12-13 km. Szóval anya egy ilyen 30 km-re van, anyósom még egy ilyen 80 km-re vannak innen tőlünk. Nem mindegy, hogy 350-360 km-t utazunk évente többször, az jövetmenet már 700, vagy egy 30 km-re van anyu, és egy mondom, hogy 80-ra anyósom. Ez az egyik. Kettő, ugye két éve, most szeptemberben volt két éve, hogy meghalt apu, és arra gondoltuk, hogy közelebb jövünk, hogy anyu is tudjon gyakrabban jönni hozzánk, mi is tudjunk gyakrabban menni hozzá, ne érezze azt a hiányt, hogy egyedül lett. És a harmadik, és egyben a legeslegfontosabb ok, amiért idejöttünk, olcsóbbak a házak. Tény és való, hogy kisebbek a fizetések, nehezebb a megélhetés, de sokkal olcsóbbak a házak. Esztergom környékén nem tudtuk volna megengedni magunknak, hogy házat vegyünk, néztünk. Nem volt cél emeletes ház. Egy sima kocka házat szerettünk volna venni, de a sima kocka házak kezdődtek ilyen 10-akárhány milliótól, és nekünk annyi pénzünk nem volt. Úgy kellett volna legyen, hogy 13 millióból bejöjjön úgy a ház, mint a javítások, névrevétel, bútorozás, stb., hogy ebbe a pénzbe beletérjünk. Hát itt se jött össze, mert még mindig itt-ott amott javítat. Nem javítani most már nem kell, most már a bútorozás marad, de arra meg mindig egy kis csöpség. Most ebben a hónapban, ezt ebben a hónapban az. Viszont itten már egy kocka házat meg tudtunk volna venni 5-6-7-8 millióért, de na, munkálni kellett volna rajta, de viszont nem tetszett a környék, ahol volt. Ezt a házat meg, amit most vettünk, nagyon jó árba vettük. Na, itt vagyok, csak elfogyott a tárhelyem a telefonon, úgyhogy egy kis helyet kellett csinálni. Nem tudom már, hol tartottunk a porszívót, ne vidd már magaddal, csillagom. Itt van. Köszönöm. Köszönöm. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdéseket. Remélem, hogy mindegyikre sikerült kellőképpen jól válaszolnom, és örülök, hogy tettetek fel kérdéseket. Ha még szeretnétek hasonló videót, azt írjátok meg a komment részlegben, ha szeretnétek, mondom, egy kis videó a házról, Erik fel fogja rúgni állványt mindjárt, akkor azt is írjátok meg, ha van videót tettetek, azokat is várom a komment részekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra. Ja, és ne felejtjétek, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ha szeretnétek feliratkozni a csatornára, tegyétek meg. Sziasztok!